a szeretet és a segíteni akarás mindent legyőz, és sokszor egy mosoly is elegendő, és oldódik a feszültség. Nagyváradon van egy vendéglő, az Ifjúsági és Egyházi Központ étterme, ahol bizonyos időszakonként Down-szindrómás fiatalok készítik és szolgálják fel az ételt a betérőknek. A kezdeményezés egyértelmű célja, hogy segítsék az integrációt. Nagy a sürgés forgás a nagyváradi Posztikum Ifjúsági és Egyházi Központ konyhájában, ahol két, illetve három havonta a nagyváradi Down-kóros fiatalok főznek és készítik a menüt. Ezúttal sós pogácsa, töltött csirkemell aranykrumplival és vegyes saláta lesz, majd málnakrémes desszert. A 41 éves Rita épp ez utóbbit készíti a konyhafőnök felügyelete mellett. A fejlődési rendellenességgel született lány nagyapjától örökölte a betegséget. Én szeretek dolgozni, itt a Posztikumnál, és mindent megcsinálok, amit mondanak. A kollégáim meg a kollégáim is segítek neki főzni. Mindent szeretek csinálni, otthon is. Én mindig szoktam segíteni otthon is az anyámnak, amit tudok, elmegyek bevásárolni, elmegyek, amit mondjam, megcsinálok. Anyám még el voltam menve, és úgy tanultam meg egyedül főzni. A Posztikum Ifjúsági és Egyházi Központ 5 évvel ezelőtt kezdeményezte az Egalitas Estek megszervezését, hogy minőségi időt szánjon mindazok számára, akiknek felgyorsult világunkban alig vagy egyáltalán nincs lehetőségük a megmutatkozásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Az ember, hogyha nyitott, hogyha ránéz a világnak arra a szeletére, amely nem képes ebben a verseny szférában érvényesülni, akkor döbben rá, hogy voltak éppen mindannyian egyenlőek vagyunk. Más képességekkel születtünk, más lehetőségeink vannak emiatt a társadalomban, de alapvetően emberi szinten mindannyian egyenlőek és egyek vagyunk. A fogyatékkal élők nem csak a főzésbe, hanem a vendégfogadásba és felszolgálásba is besegítettek. Fontos az, hogy megmutathatják magukat, jelen vannak, hasznosak, elkészítenek valamit egy célközönségnek. Ezeken az estéken a szüleik is itt vannak, a szüleik is láthatják azt, hogy a gyerekeik, felnőtt gyerekeik képesek arra, hogy valamit elkészítsenek, az asztalra tegyenek, és ugye társul egy sikerélmény ehhez. A sérülteket támogató estre mintegy 60 meghívott érkezett. Elsősorban a barátaink hívtak el erre az estére minket, és mikor meghallottuk, hogy igazából kik lesznek a felszolgálók, akkor nagyon nagy szívességgel igen mondtunk erre az egészre. És nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy mennyire beszeretnének ékelődni a társadalomba ezáltal. A Nagyváradi Down-kórosok Egyesülete 27 éve alakult. Azóta segítik a város és környék gyerek és felnőtt betegeit egyaránt, és különböző foglalkozásokat, képzéseket, terápiákat szerveznek számukra, hogy minél önállóbb életet élhessenek.